Jellemzően 3-4 éves időtartamúak azok a projektek, amelyek Nyíregyházán futnak. Nagyjából ennyi időbe telik a megvalósításuk a pályázat összeállításától a kivitelezésig. Nagy beruházásokból pedig 2021-ben sem lesz hiány a megyeszékhelyen. Novemberben döntött róla a kormány, hogy 5 milliárd forintot biztosít a nyíregyházi utak felújítására. Az aszfaltozás már tavasszal, a jó idő beköszöntével elindulhat. A tiszavasvári úti felüljáró régóta várt felújítása is az új évben történik meg. 1,5 milliárd forintból korszerűsítik és teszik kerékpáros baráttá az átkelőt. A munka tavasszal kezdődhet és évvégéig be is fejeződik. Szintén régóta terítéken van a nagykörút bezárása, ennek kiviteli tervei is elkészültek már. Aznak a nagyon fontos szakasznak, ami a debreceni felüljárótól a vasútállomásig terjed, ott 201 sáv az út, azt szeretnénk kétsávossá kiépíteni, mellette egy járda kerékpárút, egy széles járdát biztosítva. És hát ez azt jelenti, hogy ezt el tudjuk indítani nyárig, akkor Nyíregyházának lesz egy belső körgyűrűje. Az elmúlt időszakban évente több ezerrel nőtt meg a Nyíregyházán közlekedő személygépkocsik száma, ezért is tartja fontosnak a város vezetése ezt a beruházást, valamint a csomópontok ki- és átépítését. Ez utóbbi jövőre két helyen valósulhat meg körforgalma kialakításával. Az egyik a Vasvári Pál stadion Hímes utca találkozásánál létesül a balesetek megelőzésének érdekében, a másik a Kállói út és a Tünde utca kereszteződésénél. Ettől várják, hogy csökkenti majd a személy- és teherforgalmat a belvárosban. Az elmúlt 7 évben egyébként 15 új körforgalma lett a megyeszékhelynek. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésén túl más beruházások is elkészülnek jövőre. Február végére fejeződhet be a Szimbád kialakítása a színház mellett az egykori Hemó helyén. A tervek szerint az új turisztikai attrakció márciusban már fogadja a látogatókat, tovább színesítve a város kulturális negyedét. Mindeközben Sóstó fejlesztése sem áll meg, az állatpark eddigi legnagyobb projektjét, a jégkorszak kialakítását valósíthatja meg várhatóan tavasztól. Ez az állatparki nagyfejlesztési komplex programunknak a következő, de igazából a legnagyobb horderejű része. Ugye most az indiaház építése még folyik, de húsvétra azt megnyitjuk, tehát igazából a külső építkezés ott is nagy részt befejeződött már. Ez a jégkorszak az első ütemét tekintve egy 6,5 milliárdos nagy volumenű beruházás. Talán már ez érzékelteti, hogy mekkora fejlesztésről van szó. Ekkora fejlesztés soha nem volt még az állatkertben. Ez egy egyedülálló, egész Európában is egyedülálló attrakciót jelent. Egy másik sóstói turista célpont a múzeumfalu is fejlesztés előtt áll. Az elmúlt évben egy új telekkel bővült a területe, ahol kialakítják a mesekertet. Ez a tervek szerint egy olyan látványosság lesz, amelyben egyszerre akár 8-10 ezer ember is elfér. Elsősorban a gyermekes családokra számítva. 2021-ben folytatódik a városrész 1 milliárd forintos gyógyhely pályázata is, amelynek több eleme közül a leglátványosabb az új szökőkút lesz. Ezen kívül más köztéri fejlesztések is megvalósulnak Sóstón. A cél, hogy mint gyógyhely tudjon fogadni látogatókat, elsősorban a helyi lakosokat egész évben megfelelő környezetben.